Farsangi maszkok a Váci Mihály Kulturális Központban. Ez volt az intézmény első tárlata 2022-ben. Az amatőr művész kiállítása mellett számos elismert képzőművész alkotásait mutatta be a központ idén. A tárlatokra, koncertekre, előadásokra rekordszámú látogatót regisztrált az intézmény. Mi óvatosan céloztuk ezt az évet, hiszen a pandémiának a hatásait még érezzük, de azt hiszem, hogy nagyon pozitívan jött ki az intézmény ebből az időszakból. Bizonyítja ezt a nagyon sok teltházas előadásunk és nagyon sok színvonalas rendezvényünk. Nagyon népszerű volt például a Szép Kurak Akadémiája, amit már 2015 óta folytatunk. Aztán nagyon sokan voltak például Sóston, a sóstói koncerteken nyáron, ami szintén a Váci Mihály Kulturális Központ áll mögötte, és hát azt mondhatom, hogy szinte minden egyes Lehozzuk Önnek a Csillagokat című produkció teltházas volt. Az energiaválság miatt az önkormányzat több intézmény bezárása mellett döntött. A kényszerintézkedés a Kulturális Központ főépületén kívül szinte valamennyi tagintézményét érinti. Ezért a már megszervezett programok egy részét új helyszínen, a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában mutatják be. Február-márciusban még oda tervezzük a programjainkat, de reméljük, hogy 5 március-április körül már visszatérhetünk a központi épületünkbe, illetve a tagintézményeink is, amelyek most átmenetileg az energiaválság miatt nem működnek, újraindulhatnak. Addig is várjuk a látogatókat a nyitva levő helyszíneinken, Borbányán, a Kertvárosban, illetve az Arvégesi Művelődési Házban a Honvéd utcán. A Váci Mihály Kulturális Központhoz tartozó Krudi Gyula ártmozi év végéig még látogatható. Januártól azonban ideiglenesen ez a helyszín is bezárja kapuit.